A nemzet művésze kitüntetés, hát megmondom, álmomban nem gondoltam erre, hogy esetleg én ezt a díjat megkaphatom. Ez tényleg mindent felülírt számomra, az összes díjamat, mert azért ennek a kis nemzetnek, a művészének lenni, ez egy olyan ünnepélyes dolog, ez felejthetetlen számomra. Elkezdtem mélyebben foglalkozni az animációs filmekkel, én akkor tökélet szándékom volt, hogy megpróbálok egy kicsit mást csinálni, mint a szokványos animációs film, amit hát nagyon professzionálisan műveltek már kollégáim, meg úgy világviszonylatban is, mert ezt a műfajt, amik az amerikaiak meg a kanadaiak fejlesztették tökéletes szintre, értem, hogy a Disney-ek is. És akkor én eldöntöttem, hogy szeretnék valami új technikát kitalálni. És így jött a szubjektív kamera, és például a légynél, hogy a kamerát behelyeztem a légy szemébe, és annak a repülését rajzoltam meg. Senki nem készített addig. Ezt úgy hívták, hogy háttéranimációs film. Lényegében ezt úgy kell elképzelni ahhoz, hogy ilyen 3,5 perces filmet el tudjak ebből készíteni. Ez a 4000 hátteret kellett megrajzolni, úgyhogy hogy minden méter után, ahogy a kamera ment, újra le kellett rajzolni mindent. Ezt egy rétegbe kell gondolkodni, hogy mindent, a személyeket, a képeket, a falon, a padlón, a szőnyeget. Tehát ez lényegében technikailag teljesen meglepte a szakmát, és az ötlet sem volt egy rossz ötlet, mert az egész a Uma Guma Pink Floyd nagy lemezről jött ez a hangeffektus. Az inspirált engem lényegében a légynek a repülése és hajtása. És amikor ez elkészült, ezt is díjazták, hogy egy egészen új technika. 40 évvel ezelőtt adtam be a Pannonia Filmstúdióba az utolsó vacsora filmtervemet. És most tudtuk elkészíteni, egy pár hete van készen. És ez is egy csoda, szóval ez a kitartás, mert édesanyám mindig azt mondta, hogy ha valamiben nagyon hiszel, és nagyon akarod, az előbb-utóbb meg fog valósulni. Ez egy olyan kitartást adott, hogy én azt csinálhattam, ami az álmom, a szerelmem. Hát én ennél többet nem tudok ajánlani se senkinek, és hogy én ezt megélhettem, én ezt köszönöm azért a kollégáimnak is, mert ez a műfaj, amit mi csinálunk, ez nem egy egyszemélyes műfaj. Tehát ez mindig kellenek kis tímek, és minden filmhez egy újabb csoporttal kell összeállni. Lehet, hogy az én ötletem, de ahhoz, hogy ez az ötlet megvalósuljon, hát ez nagyon tehetséges, és nagyon jó kollégák kellenek, hogy ez tényleg utána megvalósuljon.